Internet megcsinált a regisztráció, kaptam most a nap pont idő. Ma délután 5 óra megyek. Paolo Liardo olasz állampolgár 12 éve költözött Nyíregyházára. Az eredetileg Firenzéből származó vendéglátós hosszú ideje várt az oltásra. Házi orvosánál elfogadta a felkínált kínai Sinopharm vakcinát. Jobb kapni valami, mint semmi. Olaszban mindig van valami, ez hiányzik, ez is hiányzik, ez nem tudja csinálni semmi. Most van mennyi van? 15% ember csinálta. Itt 40%. Jó, nagyon kevés van a magyar, 9 millió, nem tudom mennyi. Olaszországa 66 millió, sok. A 10%, 15 nem sok. És örülsz, hogy megkapod a vakcinát? Nem tudom. Hát tudom miért, most nem lesz a vakcina, akkor nem lehet menni sehova. Kapok, akkor lehet, majd lesz probléma a munka, a vendéglátá, nincs vakcina, akkor nem lehet dolgozni, akkor most kapok, megvan, akkor majd megbeszél. Bodnárné Tóth Vivien családjával 7 éve él egy Dortmund melletti kisvárosban, de valószínűleg Magyarországon fogják az oltást igényelni, mivel Németországban jelenleg még a krónikus betegek oltása zajlik. Hallottunk már ilyen fél információkat, mert az egyik városban egy magyar hölgyemény dolgozik asszisztensként egy házi orvosnál, és tőle jöttek ki ilyen fél információk, hogy ilyen 4-5 hét múlva talán sor kerülhet arra, hogy egyénileg kortól, betegségtől függetlenül, hogyha jelentkezünk a házi orvosnál, akkor talán lehetőségünk lesz oltást fölvenni. De ezek mind csak talán, tehát hogy biztosat senki nem mond. Itthon az oltást a Magyarországon élő külföldiekkel kezdik. A külföldön élő magyarok oltására csak később kerülhet sor. A Magyarországon élő külföldieknek a regisztráció során a személyes adataikon túl az okmányaik azonosító számait is meg kell adniuk.